Köszöntöm a Ketel TV nézőit, egy sporttörténelmi pillanat ez a mai mérkőzés. Igaz, hogy csak második éve van Kecel FC-nek futszál szakosztálya, de az U15-ös korosztály elért a bajnoki cím küszöbére. Ha az eredmények alakulása miatt, ha a mai mérkőzést lehozzuk a Solt-Vadkert ellen, akkor először a történelem során bajnoki címet ünnepelhet az egyik futszálos csapatunk. A vendégek 4 győzelemmel, 1 döntetlen és 9 vereséggel a 9. helyen állnak, 55-74 a gólarányuk. Az összeállítások Szűcs Milán a kapuban, Trapp Bálint, Májer Kristóf, Csikó Csongor, Fritman Ákos, Gyöngyösi Olivér és Péli Ákos. A hazaiak első helyen áll, 10 győzelem, 1 vereség, 130-46-os gólarányjal. A hétközben pénteken, amit nem láthattak önök, 14-3-ra verték az Izsák csapatát, és ezzel megtartottuk az első helyet, tehát az utolsó fordulótól függetlenül, ha ma nyerünk, akkor bajnokok vagyunk. Ez a 100. évet tölti jövő héttől a foci klub, ez egy gyönyörű, szép ajándék lenne a srácoktól, de egyelőre nézzük a mérkőzést. Hazaiaknál Vancsik, Bélecki, Györgyes, Endor, Kolompár, Horváth, Fejes, Csikor, Kobek, Nagy és Jónás. Sérülés miatt hiányzik Vida Roland, valamint Vörös Ákos, aki az U17-es csapatban szerepel. A kezdőn Bélecki, Györgyes, Endula és Nagy Kristóf, aki pénteken nagyon-nagyon jól játszott, ezzel kivívta a kezdőben a szerepét, helyét. Meg is kapta Endula mestertől. A vendégeknél Tóth Árpád az edző, hazaiaknál pedig a sikeredző Endula Attila. Vancsik Zsombor van ugye a kapunkban. Fehér felső, fekete alsóban. Az első hazai szabálytanság, Bélecki az elkövetője. A hazaiak zöld felső, fehér gatyó is, zöld zokni. Hajrá, srácok! 1 metávélevés Csikótól, de ezt Vancsik megfogja. Itt van Ákos passzol, de megszerezzük Györgye, egy jó passz Béleckinek, ellövi, nem baj Dani. Az első hazai lehetőség, egész pályás letámadás, mindjárt is adják, Bélecki passzolt Györgyének, most Májer 60-as számmal próbálta meghúzni a jobb oldalon, de nem sok sikerrel. Dani megemeli, azt lefejeli Fritman. Májer ismét, de Bélecki nem hagyja magát. Sendula, nem jó ez. Ismét Sendula, Nagy Kristóf. 52-essel Trapp üldözi. Épp annyira, hogy kivezette Nagy Kristóf a labdát. Májerhoz nem jut el a labda, Fritmanhoz sem. De viszont marad náluk a labda. Senduláról megy ki a játékvezető megítélése szerint. Csikó fut előre védelemből, most megkapja a labdát, Nagy Kristóf támadja. Megvan ez, jó eddig. A gyönge passz. Májer. Bélecki állítaná meg, de Dani már megint káromkodik. Most megszerzi a labdát. El is indul vele. Nem jó. Vancsik dobja előre Györgyének. Az meg lesz Dani. Gyerünk Dani. Májer. Ne álljunk meg, Dani, hát ne álljunk meg. Ebből megint sárga lap lesz. Bélecki megint egy kicsikét mérges, itt a baj. Ajaj, új, de nagy szerencsénk van, Fritman becsapta Vancsikot is, de rálépett a labdára. Nem lesz egyszerű mérkőzés, 7-6-ra nyertünk ott a vadkerti mérkőzésen. Bélecki állította meg Csikót. Ismét Csikó, Bélecki, ha párharc. Fritman, Sendulát, közben besegít Nagy Kristóf. Még bent tartottuk, Sendula elrúgja. Kicsit zűrzavar van fejekben legfőbbképpen. Úgy látszik, nem sikerült tiszta fejjel belemenni ebbe a nagy lehetőséggel kecsöktető mérkőzésbe. Bélecki. Májer feladja feladatot Béleckinek. És
Rendulat eszi oldalról, 3 perc múlt el a mérkőzésből, egy hazai és egy hatalmas vendég lehetőség volt eddig. Mayer kirúgja, Nagy Kristóf fut elvégezni. Györgye továbbra is a góllövő lista élén. 49 góllal, most rossz helyről végezzük el. Lehet a Vatkert oldalról. Nagy Kristóf, nagyon szép, az Bélecki, ez is jó. Ez nagyon szép, ott van! Ott van az első! Bélecki indult, meg nagyon szépen játszott össze Nagy Kristóffal. És első gólja Daninak, ez már igen. Alakul, 3 perc 36 telt el, és van az első hazai gól. Sándula ütközi le. Frittmann, most Györgye már, Nagy Kristóf felesik, ez egy vétlen dolog volt. Trapp állította meg. Nagy Kristóf a Györgye, cselez, ugye ő a hazai csapatkapitány. Ez nagy baj. Mellé megy Sendla, Norbi meg megáll, és a kapufal lett volna, akkor Norbika, alszunk. Igen, veszélyes itt ez a Frittmann-Mayer páros, valamint Trapp is, meg Csikó is elindul a védelemből. Az hosszú, Györgye nem jól csinálta ezt. Bélecki jött a jobbján, de hát nem. Ez a miénk, gyere Zsombor, ne enged ki Zsombor. Nem is értem, de hát mindegy. Sándula Norbi csodálkozik, hogy a miénk a labda. Most mivel lett ez így jobb? Nem tudjuk. Zsombornak adta a labdát. Eladja Norbi, nagyon sok labdát ad el. De passz az nem az erőssége. Bélecki fölött száll el a labda. Szerencse, hogy Frittmann fölött is. Úgyhogy egész van csikig kerül. Ő készül elvégezni, előre dobja, nem jó, Bélecki, Sándulának, Sándula Nagy Kristófnak, az jó eddig. Most nincs mozgás, Bélecki várja, meg is kapja. Dani, Dani most megindul, az jó még, az is jó, azt nagyon szépen csinál. Gyerünk, be kell lőni, Kristóf, fene vigyel! Ujjaj, Frittmann indul el, de Sándula odaér. Kár értek ellene még egy-két gól. Mayer. Sándula Norbi ismét tisztáz. Rosszul esett Bélecki. Hát, ha helyre zökken a gondolata. Na, ugye majdnem, nem, majdnem meg is szerzi. Trapptól a labdát, Bélecki ismét egy gronta, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Kristóf, közelebb kell vinni, és nem belsővel, erősebben Kristóf. Le is cseréli, Horvátot hozza be Sándula mester. Nem baj Kristóf. Gólpassz volt, utána két nagy gólszerzési lehetősége is volt, nem volt elég erős a lövés. Az nagyon jó, Györgye kiemeli Béleckinek. Bélecki csel, próbál. Nagyon jó a passz, az is jó. Kár értek ilyen Szűcsről. Szűcs Milán a vendégkapus, az nem jó. 18-asra Gyöngyösi a pályán. Mayer helyett még hozzá, most itt baj lehet. Baj lehet, egy csel. Csikó várta be a csát, megelőzik Györgyét. Trapp állította meg, majd Gyöngyösihez kerül a labda, ő végzi el. Gyöngyösi cselez, az, ajaj, gyerünk gyerekek, Bélecki lemarad, mint a borra való, Sándula, az nagyon jó, Horvát, bejön Péli is, Horvát lő messziről, ez nem annyira jó, tehát Péli jött a védelembe, Szűcs kezében a labda, Sándula dob, Sándula állítja meg Frittmannt, az jó, Horvát, nem baj. Közben lépett, egy picit hosszan szöktette magát. Hát igen, van tétje a mérkőzésnek, nem olyan egyszerű ez, nem játszunk minden nap a bajnoki címért.
Előre vágják, jön. Vancsik. Kirúgja, jöhetnek oldalról a vendégek. Györgye kapta Sendulától. Horváth eladja. Vissza kell futni, meg is van. Nagyszerű. Gyöngyösi passzolta Frittmann felé, de nem indult érte a vendégjátékos. Sendula kapta Horváttól, most Györgye. Sendula indul, meg az hosszú. Kirúgja előre Csikó. Seni papa. Györgye, az jó. Bélet kirúg be! Nem jó, megint le a lábához Szűcsnek. Nem volt rossz lövés. Most pedig egy emelés. Csikó zavarta Béleckit pont annyira, hogy nem tudta lejjebb engedni ezt a lövést, ejtést. Ez jó, Dani. Nagyon szépen közbelép. 7,5 ment el, 1-0. Béli Ákos. Frittmann felé, gyorsan Frittmann nagyon, és az a miénk is lesz, így van. Sándula nagyon jól takarta be a sávot. Az, ha kimegy, szöglet. Nem számított erre se Csikó, se Horváth. Közben Csikós Dávid hazai oldalon, 17-essel Sándula papát váltja. Ott van. Ez megint egy zicser féleség volt. Györgye gyönyörűen kivárta, hogy Bélecki lemozogja. Mellé pörög, sőt olyannyira, hogy az oldalvonalon kívül hagyta el a labda játékteret. Csikós odalépett, jó, Bélecki. Bélecki most, itt baj lehet. Frittmann, Gyöngyösi várta. Bélecki, azt jól csinálta, Dani. Csikó lőtt el, azt köszönjük Csemege Giorgionak, a nápolyi bikának. Bélecki, kit választ, az jó, Horváth ráfordul, ez az, az jó, az nem annyira, de még mindig ott maradt. Györgyének ez nem jó, mögé adta. Gyöngyösi. Magát is becsapta majdnem. Péli adta el, Györgye. Hát ez szabálytalan volt, nem fújnak a játékvezetők, így Györgyéről ment ki. Jött az újabb vendég. Lehetőség. Frittmann, de Csikós megállítja. Az jó, Horváth. És róla megy ki a fennébe is. Csikó. Gyöngyösi passzolja. Csikós támadja. Zsombori. Frittmann és volt az Györgye. Tartsuk meg. Nikó. Az megpróbálta középre játszani. De közben Csikó már megindul vele. Gyöngyösi. Frittmann, az Csikós nagyon szépen olvasta, ki is rúgja előle. Bélecki pedig Gyöngyösi elől rúgja ki. Közelebb, gyerünk Dani, az jó. Mellé megy. Gyerünk Dani, gyerünk Dani, szedd össze magad. Horváth felé, de lefejelik a vendégvédők. Horváth, az jó volt. Bélecki, áll, elakadt. Csikó most, mikor... Jó passz lett volna. Újabb szabálytalanság, mert a harmadik. Ebből kettőt Bélecki csinált. Mondanám, hogy ez talán jogos is volt, mert kontrát akadályozott meg. 10,5 a fél időben, marad 1-0-ás hazai vezetés. Horváth szedjük össze. Megint ezek a húzós cselek. Semmire nem jó. Péli beadná. Csikós ott van, azt tartsuk meg. Bélecki rúgja ki. És akkor így a miénk lesz. Csikós. Horváthnak. Az jó. Au, elakad. Gyerünk Nikó, gyerünk Nikó. Ord meg. Péli takarja. Az meg, megáll Dani, de miért áll meg? Fenébe is. Csikó a labdával. Visszajátsz a kapusához Szűcs. Mi lesz? Gyerünk, Hori. És róla megy ki. Egy ütemmel, fél ütemmel késett el Horácius. Péli a labdával. Előre. Bélecki Gyöngyösit megakadályozza.
Zsombor pedig kiengedi. Nem biztos, hogy ez a szerencsés, de most már mindegy, Csikós kapja, visszajött Mayer, megelőzik. Béli eddig jól fogja Györgyét. Sokatszor előzi már meg, jöhetnek a vendégek oldalról. Mayer Kristóf. Az Béleckész egy Györgye összeszedi. Jaj. Muszáj, hogy elrúgja, beragadt a lábai közé. Érezte, hogy baj lehet. Még jobb így, mintha eladja ott a hatosnál. Hát nem egyszerű meccs. Na, Csikó a labdával. Vissza Szűcshöz. Most kellene megtámadni. Az ki is megy. Dani. Szerencséje volt Gyöngyösi. Elvitte tőle a labdát. Péli sokat szor az oldalvonalról. Többet mozognának itt a vendégcsatárok. Gyorsabbak is megint a sarkazás. Most mellég lesz ám ebből Gábor. Lövés a Zsombori. Semmi más nem láttunk Horváttól, csak a húzás hátra, meg a sarkazás. Egy, az jó. Csikós! Azt a mindenit lehet, hogy jobb lett volna belefejelni. Horváth támadja most Csikót. Ennyi elég is. Horváth lejön egy picikét pihenni. Helyette Kolompár gombóc hatossal. Statikusabbak leszünk így. Gombóc, az jó. Kisodródott, onnan már nem igazán lehetett. Igen, most két statikus lesz elől. Nem biztos, hogy szerencsés. Viszont hátul Bélecki, Csikós. Gyorsabbak vagyunk. Bélecki, rúgjad, mert 5 másodperc elmúlik. Azt megemeli Györgyének. Kettő. Nagyon kellett. Egyszer végre bejött a emelés is, Györgye bevarja a jobb felsőbe, 2-0, alakul, 8,5 a fél időből, Mayer, jó passzolta, Mayer nagyon jól megtartja ezeket a labdákat, és még nem csak, hogy megtartja, még jól is passzolja vissza, Trapp, Bélecki, ellen fejelik el Csikós, az meg lesz még, jó beadás kellett volna, Péli megállítja, Nikó visszasegít, ez nagyon jól csinálta most Nikó, Csel, Mayer cselezte ki Györgye Nikolaus, Mickey Mouse, de fölé spinyózza. Gyöngyösi melléről pattan ki, hosszan vett át, Bélecki, Györgyével talán, így van. Befűzi György, ez jó, most kellett volna egy passz, így van. Mester is azt mondja, hogy passzolni kellett volna, de hát megpróbálta Györgye. Az elimént az 50. futszálos gólját láttuk ebben a szezonban. Rúgott őt U17-esbe is, de az nem számít ide. Mayer sarkáról tovább. Vancsik előre dobja, az hosszú lesz. Szűcs kapustársát találta meg vele. Bélecki. Csikós fejeli. Mayer leveszi. Az Györgyé. Györgye. Jól látja. Az még megvan. Csikós. Csikós lassan csinált. Ez Mayer ügyeskedik. Csikóssal vannak nagyon szép párosban. Kolompár is oda megy. De Szűcs Milán felszedi ezt a lecsargó labdát. Bélecki próbálja Gyöngyösit, így van, és ez a miénk is, így van. Nagyon jó Bélecki szerelése. Bimbo, az jó, Kolompár, kinek? Mayernak. Gyöngyösi a labdával, Gombóc tovább fut, az megvan, rálép Dani. Gombóc odaér, agilisabb a mai napon Gombóc Artúr. Péli, Mayer kereste volna, de nem találja meg, csak Vancsikot, Csikós még mindig, azt elveszítjük, Gyöngyösi, jó, Vancsik a labdával, na most egy jó kidobás, rövid lett, Péli kifejeli, és Mayer,
Van pár ér oda. Gyerünk, gombóz, gyerünk. Jön a másik fele is. Az jó, csikós. Csel, az is jó még. Ott a passz. Az jó. Hát ezt vissza kell nézni többször. Egy gyönyörű akció. Csikós passzolt Kolompának, Kolompár Györgyéhez. Györgyel nagyon okosan bepörgeti. Györgye, kezd ez alakulni úgy, ahogy mi szerettünk volna. 6 perc a fél időből, 3-0, jól alakul ez. Gyönyörű, gyöngyösi cselek, Bélecki, Bélecki Györgyének, Spinyóval, kár érte. Nem baj, Szűcs a labdával előre dobja Gyöngyösinek. Frittman megy érte, Györgye, mindig Frittman, az Bélecki, méghozzá úgy, hogy egészen Vancsik kapuja mellé megy a labda, Vancsik dobja előre, az nem nagyon jó, Szűcsnek igen, előre dobja, most egymással vannak a kapusok, jóban dobálják egymásnak, Csikós, az ja, igen, kicsit rövid, Csikó rúgta rá Kolompár gombócra, ami Szűcshez ment a labda. Közben Bélecki. Györgyét a csapatkapitány keresi, meg is talált a labdával. Az még lehet jó, Kolompár, Tolb Györgye. Az nagyon szép! Ott van még. Uf. Szűcs kivetődik lábbal el. Ugye, az egy jó csel, most meg kell állítani. Gyöngyösihez a labda, Csikós, Gyöngyösi, kirúgja. Nem fújtak semmit a játékvezetők, Györgye, Csikó állította meg, az megvan, Bélecki nagyon jó. Trapp rúgja előre. Trappolhatott volna érte, de semmi. Vancsik. Lássi, hogy kinek dobná. Dobhatja. Nikót választja, meg is tartja. Ez most jó kidobás volt. Csikós. Györgye. Feladja Szűcsnek. Szűcs kidobja hosszan Gyöngyösinek. Bélecki gyakorolhatja. Oldalról. Trapp, majd Gyöngyösi, és Frittman lő, Vancsiknak ez nem okoz gondot, az jó lehet, Györgye, az is jó, gombóc, Csel, után passz, most az is jó, és Bélecki spinyózását fogja meg Szűcs, ott a kezébe ment a labda, és Gyöngyösi, az a miénk lesz, Dani kiengedi okosan, bejön Fejes, Kolompár helyett, nem bírja elrúgni odáig, Nikó, Nikó, az, igen, nem láttak semmit, Csikós közben megzavart a Szűcsöt, 3,5 fél időből, Fejes, tehát Nikó elvette tőle Gyöngyösi a labdával, Frittman húzogat, nincs helye ott a szélen, az meg is lesz, Fejes, vagy. És megszerzi Fejes agilissal. Bélecki eladja, nem tudta jobban, ez Gyöngyösi. Csikós, Fejes, rövid. Nem látták kéznek, ellövi Nikó, de ezt eltörte egy kicsit. Fejes jön ide Gyöngyösit takarni, Szűcs leteszi Trappnak. Gyöngyösi a labdával, az Csikósé lesz. Eladja Csikós, ojjaj, ne legyen gól, Zsombor megfogja vetődve. Azt is megfogja Zsombor, jó, hogy nem fejelte ki. Ijjaj,
Érjünk oda, Máté. Szűcs nagyon jól jött ki megakadályozva Györgyét. Csikós le, Sendula be. Jó hosszú a padunk. Tudjuk váltogatni, úgyhogy Kondival is minden meccset végigbírtunk. Györgye. Györgye megtartja, erősebb, mint Trap. Ez nagyon szép lett van, Dani is jó akarta, nem baj, Dani. Sendula, most eljönnek hárman. Gyöngyösi. Sendula lábáról Vancsiknak. Ez rövid lesz. Húha! Na, ilyet ritkán látunk. Az 52-es Trap, vagy nem, bocsánat, ki volt, de Trap volt, sárga lappa díjazzák ezt a megmozdulást. Kicsit piros szagú is volt, de hát nem, nem úgy ítélte meg a játékvezető. György a labdával. Sándor a Norbi az egyik kapufához, fejes a másikhoz. Nézzük, mit süt ki. A birokodban Györgye. Mellé ment, de igen, szöglet. Én is úgy láttam, hogy megpattant egy vadkerti lábon. Györgye. Megy ki a szöglethez. Béleckit figyeli. Bélecki! Egy földlevegő rakétát engedett el Dani. Nagyon jó volt ez a kis lövés. Ez hosszú lesz. Giorgio Napolitano a labdával. Hosszan dobja. Nico egy kicsit mortyog. 1.53 a fél időből, 3-0-ás hazai előny. Sendula zárja ki Májert a játékból. Pancsik pedig beengedi hatoson belülre. Az még jó lehet. Nikó, az nagyon jó. Vidd közelebb, Dani. Hát vidd közelebb. Jó volt a lövés, de hát középre. Százas zicsel lehetett volna. Tele Bimbo a labdával. Fejes jön a labdáé. Nagyon jó csinálta Máté. Visszahúzza Daninak, ebből lehet építkezni. Sendula megint a hokiütőket használja, az, ujjaj, és elviszi Norbi, az van, jó passz, fejes Máté, érik a bajnoki cím, negyedik hazai gól, 1-15 a félő vége előtt, 4-0 hát, nem akarom elkiabálni. Nagyon közel járunk a bajnoki győzelemtől. Esgők be vannak hűtve a hűtőben. Ezt csak így halkan mondom, hogy ne hallja senki más rajtunk kívül. Májert passzolta. Csikó. Vélet ki, vigyed Dani, és zup! Egy jó passz fejes Györgyéhez. Az már sok lesz, de megint a kapus kezébe megy Bélecki lövése. Cipőkötés. Az 51 gólos Györgye kötötte a fűzőt. Szűcs kiüti, Májer indul meg vele, nem kellene gólt kapni. Bélecki állja útját, ez a miénk. Ha megfogná Zsombor, akkor nem menne az idő, vagy akkor nem állna az idő. 18 másodperc ebből a játék részből, Sendula teszi le. Na most kicsiben úgy van, Zsombortól visszakapja Sendula, az nem lehet jó. Itt a baj, Májer. Jajjaj. Szerencsénk van, nem kellene gólt kapni. Bélecki, 3 másodperc, ebből már nem lesz semmi. 4-0-val fordulunk a második játék részre.
Kezdődik hamarosan a második félidő. 4-0-ra vezetünk. 20 perce vagyunk a hőn áhított győzelemtől és bajnoki címtől. Ugye ott már az utolsó meccsen így már nem fog számítani a Kecskemét elleni eredmény. Ez a vendég Gyöngyösi támad. Hazaiaknál Vancsik Sendula, Nagy Kristóf, Bélecki és Györgyi a kezdő. Meg is van az a labda Zsombornál. Kit választ? Györgyének dobja előre, de tisztáz Trapp. Trapp, Gyöngyösi, Csikó, Frittmann és Szűcs Milán a vendég. Összeállítás. Szűcs dobja, de Dani nem érje Frittmann a labdával. Dani leszereli végül. Csikó is fel van még a vendég oldalon. Megint egy fault. Első fél időben 3-at csináltunk. Még a Vadkert 1-et. De ez az egész bajnokságra jellemző volt, hogy valahogy mi többet faultolunk. Jó, ez most így a miénk. Ne kapjunk gólt itt rögtön az elején. Hogy véletlenül felébredjen ez a Vadkerti csapat. Nem játszanak ők sem rosszul. Nagy Kristófra megy ki a labda. Trapp rúgta rá. Legalábbis én úgy láttam. Sendula állítja meg Gyöngyös. Itt most Györgye, Csel. Vissza kerül hozzá egy pillanatra. Most újra próbálkozhat. Az jó passz. Nagy Kristóf. Nagy Kristóf még mindig. Ott van Györgye a lövéssel. Ez sarkot választotta, alsó sarkot, de jó, egy méterrel elment a mellé. Györgye megkapja Szűcstől, ezt már láttuk egy párszor, ez most jó kidobás. Györgye leveszi, még mehet. Pillanatra úgy nézett ki, hogy elszökött a labda tőle, de Csikó nem hagyta ki, rúgta. Az Sendula nem mozgott a labda felé. Jaj, most hárman jönnek. Bizonyám. Zsombor megfogja az itzert, Csikó tört előre, gyors. Játékos ő is. Fellazultunk itt, nem értünk vissza. Nagy Kristóf most megakadályozza Frittmant. Frittmann elvégezi, Trapp. Oldalról, szerintem oldalról fogunk jönni. Elrúgta a vaktába, ha májt választotta a társa helyett. Vancsi kapja. Bélecki több. Dani indul meg. Györgye. Visszakapja Bélecki. Mozog elő Nagy Kristóf, az jó, de a passz nem jön le a lábába, Dani akkor meg tudja állítani. Szűcs. Béleckihez kerül ez a fejes, Gyöngyösi. Megtartja. Trapp. Csikóhoz. Van egy újabb hazai szabálytalanság. Elkövetője Györgye. Csikó teszi le a labdát, azt engedjük ellőni. Onnan Zsombornak nem tudnak gólt rúgni Gyöngyösi a labdával, a Gyöngyösi labdáját. Vancsik vette, gyerünk Dani! Az jó! Ott az ötödik! Szerzője Nagy Kristóf, 5-0. Nem lehet itt már baj érzésem szerint. Egyre közelebb a sikerhez. Trapp passzolt jó helyre, most Gyöngyösi a labdával, Sendula űzi, meg is van a labda. Györgye nézi, hogy ki válasszon, az jó, az gyönyörű, Nagy Kristóf, rúg be Kristóf! Bele a vendégkapusba, Bélecki, szerencse, hogy megállította ezt a paszt. Frittmann Gyöngyösihez, Sendula ér oda, Bélecki fogja Frittmant, most Nagy Kristóf lépett közbe. Nem tudta átvenni Nikó, kimegy a labda. Nézzük, 73-assal Csikó. Az a miénk, Kristóf, az nagyon szép volt, Bélecki okosan, Dani.
körülbelül ilyen okosan gondoltam, második gólja Daninak, 6-0. Nagyon sajnálom, hogy szülők, szurkolók nem tudnak részt venni, nem csak a mai meccsen, hanem az egész sorozaton. Élményszámba ment ez a bajnokság. De hát a Covid helyzet sajnos nem csak ezt rontotta el, hanem szinte az életünket is egy éve már. Úgyhogy Kecel TV viszont gondoskodott arról, hogy nem maradjunk le ezekre a legalábbis a hazai mérkőzésekről. Bekerül az archívumba. A Kecel foci történetbe aranybetűkkel lesz beírva ez a szezon. Fiúk esélyesek nagy pályán is, ugye ott Serdülőben U16-ba szerepelnek. Dobogó közelben vannak, ott ugye Herceg Robi a mesterük. Györgye megállítja. 61-es Fritman, Bélecki. Készül elvégezni, Kristóf lemozog, ez a játék, így van, megkapja, visszajátsza. Bélecki, nagyon jó ismét Kristófnak, az is jó még, György, azt nem fogja elérni Sendula. Nem baj, Nikó. Szűcs. Visszafújják. Igen, oldalról kellene, hogy elvégezze Trapp. Megemeli. Bélecki a saját magát orrba rúgta. Nem fog az kimenni, gyerekek. Fritman utolérje le, a Zsombor nagyon jól reagál itt lábbal. Nagy Kristóf erősebb, az jó. Na gyerünk Györgye. Gyerünk Györgye, be kell rúgni. Ott van, harmadik gólja Györgyének. Hetedik a Kecelnek, 3. Meg 49, az 52 gólos. Horváth jön be a 3 gólos Györgyeit. Ugye nem lesz végleges a gól lövő lista sem, mert van, aki, valamelyik csapatnak 6 mérkőzés van még, van akinek 3-4, nekünk marad 1 a Kecskemét ellen, úgyhogy de nagyon-nagyon-nagyon nagy esélyek vannak itt a gólkirályi címre Nikónak, főleg így a mai 3-mal. Horváth, az nagyon jó, Kristóf eléri, iskolajáték, köszönjük gyerekek! Kristóf és Horácius testvér. Horváth rúgja meg a mai meccsen is a gólját. Izsák ellen is rúgott pénteken 2-t is, ha jól emlékszem. 6. Szerintem nem 6 a rúgott góljaink szám. A Kristóf elspinyózza. 2-t rúgott Bélecki, 3-at Györgye, ugye az 5. Horváth 1-et, Fejes 1-et, az 7. És Nagy Kristóf 1-et, az 8. Közben Jónás Noel is a pályán. Tehát 8-0 az állás. Máje próbált elfutni, de Pancsik nagyszerűen jön ki. Gyötri Trappot. Gyöngyösi. Cselez, magát is kicselezte. Jónás elveszi tőle, Csikós. Ez az a miénk. Nagy Kristóf kap pihenőt. Gombóc Artúr alias Kolompár Norbian. Ív elé, nem lesz semmi. Gyöngyösi fejeltele. Fritma, Májer összjáték. Gyöngyösi volt az előtt, hanem Péli. Bocsánat. Trappasszol. Oha, volt ott minden. Kapusé lesz. Fritman tört be oda hatosunkon belül. Ketten is blokkolták. De még a szabály. Szerint szabály. So volt a szerelés. Ismét egy vendég. Ismét Zsombor jön ki, kirúgja. Nagyon jó. Fritman elől. Szépen Gyötrik ott ketten-hárman a vendégcsatárt. Trapp. Májert választja. Megtartja Májer. Kristóf a labdát. Most már a Gombóci a labda.
Horváth. Átpróbálja Jónásnak, de nem biztos, hogy jó választás volt ez. Béli megemeli. Csikós viaskodik ismét. Ritmannal. Új fent Csikós a győztes. Kolompárvá Noelnak. Jónás Noelnak várja Csikóst. Egy kicsit mögé ment a labda. Trapp határozottan odalép. És ki is rúgja a labdát. Jónás. Megemeli. Az nem jó. Noelka Horváth. Az jó cselnek tűnt, de Májer kirúgja. Kolompár Jónás. Ismét Kolompár, ismét Jónás. Nézzük, Pacit elindul-e. Bepassz, de szöglet lesz ebből. Frittmann lábáról megy szögletre a labda. Nem várt be meg Paci, hogy elinduljon valaki, csak keresztbe rúgta. Vendégeké lesz ez. Jónás fejjel Horváthnak. Még jó lehet, így már nem. Szűcsi a lepörgő labda. Jónás feje fölött átszáll, de Májer sem éri utol. Na, elmegy elvégezni. Kiment a labda. Pillanatra Frittmann állította meg a labdát, de Jónás elrúgja. Rossz helyre. Trapp Bálint. Ó, az most jó csel Frittmanntól. A Zsombor ezt is megfogja. Ja, most nincs itt Vidaroli, aki cserélné. Béli lőtte. Megfogja Zsomba, az nem lesz jó. Horváth megállt, elindult, Szűcs meg visszaadja nekünk, köszönjük. Kolompár emeli. Őj, valaki hozza vissza lábát Horváthnak. Luftot rugott. Szűcs. Csikós nagyon okosan kiengedi. Májer megszerzi ezt a labdát, Csikós hosszú passzot, visszaszerzi, el is adja újra. Kolompár pedig megállítja Frittmann passzát. Van Péli, de Jónás jól lép oda, Horváth. Jó volt ez Horácius. Trappot kényszerítette kirúgni a labdát. Kolompár. Mozgás van belül, az jó lesz. Csikós gólja, gyönyörű. Nagyon szépen megtalálta ez a szöglet Kolompár révén a mi pacinkat, aki jobban bevágta. 11 perc van még. 9-0. Most lennének nézők, biztos zúgna a bajnokcsapat Rigmus, de hát így majd az öltözőbe sort kerítünk erre. Kolompár kirúgja. Csikó, azt Gyöngyösi. Béli volt az, bocsánat. Béli indul meg. Gyöngyösi volt mellette. Pélit állítja meg Csikós. Közben jön Zsombor, felszedi ezt a labdát. Jónás fut. Horváthé. Egy jó passz legyen Gábor. Egy picikét beleért. A vendégvédő. Ez elég is volt. Jónás nagyon szépen előz. Ügyes volt ez Noel. Csikós. Bombócot választja. Jó legyen a passz. És már forgolódunk. Csikós kapja vissza. Bombóc. Megindul. Hát ez nem volt szerencsés Májra labdával. Túl lassú a védőinkhez képest. Kolompár. Hát megint a vendégeké. Nem. Horváth.
Kalompár kikaparta gesztenyét neki, de kinek Gábor, hát nem figyelünk. Ó, ez csúnya volt. A harmadik fault, így van, Pacsi. Ez sportszerű jelenet. Csikó és Kalompár között. Beül az utolsó 10 percen. Előre íveli. Pancsik pedig kizárja Pélit a játékból. Csik dobja Horvátnak, az semmi. Szűcs pedig kiengedi. Májer, Csikós szerzi meg. Horvát, az most jó lesz. Csikós! Gyöngelevés ez. Kicsit le volt maradva Kalompár, egy lépés előré van talán, akkor be is adta volna neki. Csikós Paci. Második, egy közvetett szabaddugás lesz a hatosról, nem? Másodszor adták vissza kapusnak. Horváth lejön. Bejön Fejes Máté, aki egy nagyon szép gólt szerzett az első félidőben. Hatos vonalról lesz közvetett. Zsombort küldik előre lőni. Igen, levése buzdították. Három vendégjátékos és Szűcs a kapuba. Fejes. Csikósnak. Csikós teli be az egyik vendégjátékost. Van Csik. Jónásnál kapja. Azt jól látja, csak pontos legyen. Csikós. Megint nem passzol a fené. Jaj, fel a vigyel. Csikós. Nem jellemző ez rá, de most kettőt egymás után így eldurrantott, méghozzá nagyon gyönge lövéssel. Fejes indul meg, Kalompár, birkózik, Jónás, Májert állítja meg, miénk a lecsorgó, Kalompár megint rosszul passzol, miénk, Fejes, jó, ó, ez nem is Szűcs, letérde is felveszi ezt a labdát. Gyöngyösi húzogat. Fejesre, így marad az övéké. Csikó, Csikó, Csikós pedig megállítja Csikót. Kalompár, passz, azt. Kár érte, Péli, Csikós csúszkál, nem tudom mi van vele, paprikázta magát. Ujjaj, ott az első vendéggól. Szerzője pedig Gyöngyösi Olivér. Időkérés lesz 8 perccel a vége előtt, 9-1. Fejes Györgye. A kezdő rugásnál Csikós. Nem tudom miért csinálja ezeket. Nem passzol egyből. Nikó kapja Pacitól, Paci eladja. Nem, eldöntötte, hogy nem passzol, kész. Györgye. Majdnem. Csikó indul meg ismét. Fejes. Már fáradásos tünetek ezek, szerintem, meg a 9-1 is. Közben játszik Csikó, beadja, de nem kíséri Májer ezt az akciót. Jónás pedig kiengedi. Jónás kér pihenőt. Ez nem jó. Péli szedi össze, bejön a védelembe Sendul, a Norbia. Jól játszó Jónás helyett, Györgye. Ih, az hosszú lesz. Sendula Norbi botozta el. 12.52-nél járunk, 7 perc, 8 másodperc, és lehet ünnepelni 9-1-es hazai vezetés. Ugyanígy tovább csináljuk, jó?
Akkor az időkérés után folytatódik a mérkőzés. Aztán Bobby a pályán. Zsák ellen nagyon-nagyon jó játszott. Most is odaér Mayerhez, meg is állítja. Sendula szedi össze a labdát Bobby felé, de Mayer most megelőzte Bobinyót, akit Dallasból igazoltunk. Györgye cselezget, az nem jó. Frickman, Mayer. Fejes megállítja. Az jó, lehet csak az lassú ehhez Nico. Mondhatnám úgy is, hogy Csikó gyorsabb. Kirúgja a csapatkapitányunk elől. Sendula és Fejes vártott benn. Ezt kifejelik. Ott egy lövés, lehetőség Norbi mellé lövi. A fene egye el, vagy mindig azt a belsőt kell használni, azért nincsenek gólok. Még nem is az ő dolga gólokat rúgni, de jó lenne azért. Fejes, eddig jó, most már nem jó, Csikó állította meg Györgye. Kirúgja, és még Csikó jöhet. Frickman van mellette, Mayer kapja, mégis Bobby rúgja ki. Lefújják, negyedik szabálytalanság. Jöhet egy vendégszabadrúgás. Norbin elakad, Csikó lövése. Egész vissza Mayerig, vendég hatosnál van már labda, Bobby kirepül. Péli, Sendula visszaadja nekik, hadd gyakoroljanak. Van Csik. Lefejelik, szedjük már össze. Mayer, utána Sendula, Péli indulna meg. Hosszú ez a csel. Bobby, nem is jó helyről, nem is pontosan. Jártnak a vendégek Péli révén. Mayer mozog előre, de nem ő kapja. Sendula állítja meg. Frickman, Bobby, Péli, Péli ellövi, de leblokkolt a Fejes. Na, itt vagyunk 2-1 ellen. Nem jó az Norbi. Györgye mögé ment ez a passz, Péli. Mayer, Bobby odalép. Ujjaj, Péli, Mayer, hosszú az neki. Jön Zsombor is felveszi, gyerünk már egy kicsit gyerekek. Fejes eladja. Hát ez most már minden, csak nem jó játék. De hát ne legyünk tehetetlenek. Györgye passzol Fejesnek. Fejes az álló kapus lábába rúgja. 4-40 a végéig. Bejön Gyöngyösi. Sendula leveszi nekik Györgye. Az jó passz, Fejes, Györgye, ez jó. Ez valamire hasonlított. Negyedik gól, így már 53 gólos Györgye. Talán elég lehet ez már. Ugye még egy meccse van. Durván 3 a mérkőzés átlaga Györgyének. Sendula állítja meg egy pillanatra Csikót. Az övé ki a labda. Aztán pörögnek a másodpercek. Gyöngyösi elvállalja onnan, de nem találja el jól a labdát. Van Csik. Előre dobja Nico. Azt jól levette, de Szűcs megállította. Jól jött ki a kapuból, szöglet. 4 perc. Fejes. Azt jó, nagyon szépen csinálta. Passzvár viszont nem jó. Pélinél a labda. Bobby. Györgye. Nagyon jó. Györgye, ez jó passz. Onnan volt szíve lepasszolni. Az egy kontra. Frickman.
Nagyon szépen csinálták ezt. 18-asra a Gyöngyösi Olivér szerzi második gólját. A mi zicserünkből jöttek le, de nagyon szépen végigvitték ezt a kontrát. 10-2. Nyomai 10-zel, 140 rúgott gólnál járunk, és 48 kapottnál. Majdnem egy 100-as közte. Ez lesz a 16. győzelmünk egy vereség mellett. Sendula flick-flakkozik, Zsombor pedig felrúgja nekünk ide a tribűnre. Nincs ki visszaadja, meg is tapsolják. Jön egy másik labda. 3,5 el a vége előtt. Péli. Nagyon szép Cselfritmantól. Lövés. Bobby odaér bakkolni. Jó volt ez Bobika. És ismét Bobiról, méghozzá úgy, hogy a miénk lesz a labda, mert Bobinyóról visszapattant Gyöngyösire, a két gólos Gyöngyösire. Nikó, az még jó, az már nem annyira. Nikó, mi lesz ebből? Nagyon len vagyunk, beszorult. Nikó, még kihozza, még az is jó. Na, kár érte. Az megint feljön a tribűnre. Ez a játék, úgy látszik. Le kellett volna rúgni Nikónak. Megint ő kapja. Az nagy... Hú, jó passz lett volna, csak nem elég erős. Közben Gyöngyösi vágtáz. Bobby becsúszik, Norbi pedig. Hát, na. Erre nem nagyon tudok mit mondani. Friedman a labdával. Jó tette lövése Csikónak, na most itt van a hazai akció, vagy kontra, Györgye, ellövi, és szöglet, nagyszerű sportjelenet ez itt, felsegíti Csikó a hazai csékát. Ott van Norbinál, hát Norbi, de van ott a gól ellen, Bobby, bevágta a vezércsát, utoléri, és becsúszva szereli. Gyöngyösít, közben lement a plezúr is Bobina. Annyit tudnék neki tanácsolni, hogy ne ülj a forró vízbe. De önfeláldozó volt, elluftolt a labdát, de utána futott. Lövés Gyöngyösinek, Bobi ismét szerel, és az már a miénk is. Utolsó 2 perc. 10-2. Zsombor dobja Horáciusnak, aki bejött György helyett. Seni papa elviszi. Ó! Nem. Kívül volt. Jó ítélet. Jó ítélet. Szabad rúgás jön. Norbinak adjuk, akkor nem tudom, hogy... Mi lesz belőle? Közben akkor Vancsik Giorgio jön előre. Elvégezni, nagyot tud rúgni, csak precíz lesz itt az a kérdés. Még a habatortára az ő gólja hiányzik. Okosan Zsombika. Ugye nem közvetett. És megfogja Szűcs a lövését. Hát stílszerűen kapus-kapusét fogja. De legalább egy jó lövés volt. Nagy Kristóf megemeli, Gyöngyösi kifejeli. Bobby jön elvégezni. Az... Sendula Norbit választja, az még jó, csak kicsit hosszú a csel. Bobby meg is állítja Csikót. Kicsit erős ez a passz. Ütőjéről hosszabb.
az szöglet lesz. Trapp rúgta saját játékosára, név szerint Frittmanra. Nagy Kristóf, az nem lesz jó. Lövés Bobika, jó van. Kontra nincs belőle. Bobi nem rúgott gólt ebbe a bajnokságba, is vidaroli az én jegyzeteim szerint. Ugye Vörös Ákos ma sincs, mert az U17-nél segít. Bobi egész a kapusig. Gyöngyösi. Frittmann. Jó, játszik Frittmann. Gólt nem rúgott, de jó húzogat. Gyors, agilis kis játékos. Nagyon szépen szerel Horváth, visszajött Csikóval, Gyöngyösi, Bobi, visszaadja Gyöngyösinek, és Mester 3-ast rúgatunk vele. Gyöngyösi Olivér, harmadik gólja, Bobi le is jön, 59 másodperc a végig, 10-3, Jónás jön vissza az utolsó perce, Horváth, Trapp, Horváth, Nagy Kristóf, jó a csel, csak most pontos passz legyen, Jónás, ezt eladjuk. Gyöngyösi, állítja meg őt, Jónás. Jónás, Malka jó játszik, ma legalábbis ami a védőmunkát, illeti Horváth is. Hű-hű, Sendula megfogja, kár érte, nem baj Norbi. 30 másodperc az örömig. Jónás Noel! Kár érte. Akkor ki lehet jelenteni, hogy bajnok csapat az U15-ös korosztályunk futszában. Nagyon nagy siker ez. Rég volt utoljára, dobogós helyezések voltak az összes korosztályt figyelembe véve, de bajnoki címhez hosszú idő után most sikerül elérni. Gratulálok a srácoknak, az edzőnek, ugye Sendula Attilának. Szabálytalanság, nagy büszkeség ez most a keceli focinak. Főleg úgy, hogy ilyen nagy ünnepre, ünnepségre készülünk. Szabad a születésnap, közel a századik. Gyöngyösi, fölé levi. 2 másodperc a végéig, tehát jöhet az ünneplés, még egy mérkőzés vár ránk, hogy azt lesz-e közvetítve, még nem tudjuk, mert össze-vissza pakolgatják a dátumot. És itt a nyakunkon az újabb Covid baj. Lövés, 1 másodperc, 61-essel Frittmann blokkolt a horvát. És itt a vége, tehát Kecel FC bajnoki cím az U15-ös korosztályban. 10-3-mal zárjuk a mai meccset. Jár a gratuláció. És érkeznek majd a pizzák, pezsgő, üdítő. És köszönjük a srácoknak. A viszontlátásra, viszont hallásra.